Havazástól mentes, szép estét kívánok neked, Krisztián. Szervusz! Takonykortól mentes szép estét kívánok neked, Fifika. Szia. Ne is mondjad, bakker! Keresnem kell egy papírzsebkendőt. Én bekészültem egy ilyen nagy dobozzal ide magam mellé. Előre is elnézést kérek, hogyha beleköhögnék, vagy beletüsszentenék az adásba. Nagyon nehéz csukott szájjal tüsszenteni. Szinte lehetetlen, de megpróbálom tűrtőztetni magam. Én közben kifújtam az órom, mert ugye nekem megvan az a lehetőségem, hogy lekapcsoljam magam, hogyha itt csúnyaságok történnek a háttérben. Mi történt veled, Krisztián? Hú! Két dolog történt velem. Egyrészt lebetegedtem, mint az talán sejthető volt. Itt Kinga összeszedett valamit, és dacosan küzdöttem ellene, de végül beadta a derekát az immunrendszerem, úgyhogy 2 nappal ezelőtt elkezdett nálam is tetőzni ez a furaság, mert hogy lázzal, meg ilyesmivel nem jár, csak ez a megállás nélkül folyik az orrod, meg érzékeny a torkod, köhögsz, tüsszögsz, kimegyek a hidegre, elkezdek tüsszögni, bejövök a hidegből, elkezdek tüsszögni, tehát inkább ilyen elképesztő idegesítő nyűg, mint igazi ágynak döntős betegség. Úgyhogy ez volt velem, és ez nagyjából kiismerül a mi történt velem ebben, illetőleg levelet kaptam live. Jaj! Bizony, a fővárosi ítélő táblától levelet kaptam, és kaptam már volna tőlük egy levelet ugye még az ünnepek előtt, csak ott az ünnepek előtti hajrában mire eljutottam a postára, hogy átvegyem, addigra visszaküldték, de erről majd egy kis breaking session keretében számolunk be adás közben, hogy mi jött a tisztelt ítélő táblától. Úgyhogy én röviden és tömören ennyit tudok fölmutatni, mint mi történt velem. Úgyhogy szerintem te sokkal érdekesebb leszel. Veled mi történt? Hú, én küzdök. Küzdök Kínában. Tehát egyszerűen most már nem tudok mire gondolni. Tudod, utalsz, mit tudom én, $1000 a kínai partner számlájára. Megküldik nekem az összes bizonylatot, tehát a leváltást, a nem tudom én, akármit, salala, és a legvégén ugye a pénzintézetek közti utolsó bizonylatot is megkapom, minden rendben van, és nincs meg a kínai számlán a pénz. És most ezen megy az izgulás, és ugye jön az új év, ugye partner már jelezte, hogy 12-től ők senki nem lesz konkrétan. Össze van készítve a cucc, és most mit csinálsz? Tehát kimész Kínába a bankba, és kivered a balhét, vagy nem, tehát egyszerűen nem tudom, hogy mi legyen a következő lépés. Ez rettentően elvitte a hetemet az ezzel való levélváltás, és ugye ráadásul 9 óra időeltolódás van közöttünk, tehát azért nem egyszerű. A másik az pedig ez a grafikai arculat című fejezet, amit már azért kezd egy picit tele lenni a hócipőm, hogy tehát szerencsétlen grafikust én megértem. Tehát minden szinten megértem, ő nyilván a legjobbat akarja kihozni. És most már talán 51-ére írom le, hogy jogszabály köti azt, hogy mi legyen a címkén, milyen fölé, és most már utoljára ilyeneket írt vissza, hogy de ott a figyelmeztető mondatnál azt muszáj ott nagybetűvel írni végig. Mondom, igen, baszki, mert ez van a biztonsági adatlapon. Attól én nem térhetek el, érted? Ön megvalósít a grafikus? Nem az, hogy ön megvalósít. Tehát én megértem, hogy ezt a hülyeséget, érted, amit itt végig játszanak velünk, ez ezt egy józan paraszti ésszel gondolkodó, és nem az e-cigaretta harcban edződött, és mondjuk az összes ilyen hivatalos vizsgálaton végiggurult ember, az egyszerűen baromságnak tartja, érted? Mi a fasznak kell a címkén, nem tudom én, 2/3 fölirat, és neki nem marad hely arra, hogy tervezzen gyakorlatilag. De mi már megszoktuk, hogy minden egy nagy csubaka hadművelet. Igen. És nem érti, hogy a dobozon is rajta van, és mondom, tehát ne gondolkodjál. Leírtam, csináltam egy leírást. Mi a kötelező szöveg, piktogram, képi megjelenítés? Ennyi van, ebből kell valamit csinálni, érted? Úgyhogy ez, de mondjuk voltak azért jó pofadók is, lesz reklámarca a Blossnak, ami engem is meglepett egyébként. Wow. És egy kinti srác, majd ha publikus lesz, akkor nyilván az első Blossos fotókat is meg fogjuk osztani, de így első ránézésre ez a abszolút vikingek kinézetű gyerek, érted? Brutális. Tehát olyan frizura, tudod, ilyen beborotvált, fül fölött, meg hátra kötött haj, meg szakál, meg ez iszonyú jól néz ki a srác, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy majd milyen fotók fognak vele készülni, de ez a feeling, ez a vikingek feeling köszön vissza, és hétvégén megyek Medvelendbe, tehát a jövő heti adás az már a medvék földjéről fog elhangzani a részemről legalábbis. Velem ennyi. Ja, várj, volt még egy furcsa dolog. Hát van ügyfélkapum, de már nagyon régóta. És most az egyszer, oké, bakker, ügyfélkapu, van egy ügyem, elintézem, mekkora ász vagyok. Na most az ügyfélkapun bizonyos funkciók például Explorer alól nem működnek. Miért van neked Explodered? Mert hogy a könyvelőm egyébként minden mást az Explorerből tud intézni. Tehát ilyen... Jaj, Istenem. Érted? Mert nem tudom én, valamilyen plugint használnak ezek a közigazgatási szoftverek. Most előttem két fiú ugyanezzel a problémával volt nála, és mind a kettőt beküldte a kormányablakhoz, mondta, hogy itt most ezt nem tudja megtenni. Odaértünk, így nézem, mondom, nyissunk már egy ilyen leíró ablakot ott, hogy éppen mi a szart hív meg, vagy mit akar csinálni. Na, próbáljuk már ki Chrome-ba. Az meg Chrome-ba működött, tehát elfogadta a kitöltött adatlapot. Azok Isten király, császár vagyok. Nem kellett bemennem, és ezt ráadásul Szegeden csak egy ügyfélkapun tudják intézni, tehát akárhova nem mehetsz be kormányablakhoz, be kell menni a központi, megyei, nem tudom én milyen kormányablakhoz, és ott tudják elintézni. Úristen, yes. Megúsztam egy ilyen... hangzik. Megúsztam egy ilyen szagát, de fasza. És hát, mint a jól lakott óvodástól, jövök, megyek, ma kapok egy levelet. Tisztelt adózó, közigazgatási eljárásba beidézem a Rákóczi tér 4, központi, mit tudom én, kormányablak, akár. Mi van, basszeg? És kiderül, hogy igazolnom kell, figyelj, tehát igazolnom kell, hogy a telephelynek megadott címen milyen jogon tartózkodom, bazd meg. Ó. Tehát a tulajdonosoktól kell vinnem, az a nejem egyébként, a tulajdonosoktól kell vinnem egy papírt, hogy engedélyezik, hogy én ezt telephelynek használjam, illetve nekem kell nyilatkozni, hogy mondom, bazd meg, tehát hogy elektronikus úton el tudok intézni mindent, erre behívnak. Mikor ránéz a lakcím nyilvántartóra, azt látja, hogy 30 éve ott lakok, baszki. Érted? Tehát komolyan mondom. és még külön felhívták a figyelmem, hogy helyrajzi számmal kell hivatkozni az ingatlanra. Ezt nem hiszem el. De érted, tehát a cégbíróságon átmész egyszer, amikor megadod a telephelyedet, ott nem érdekel ez senkit. Ezt, így elolvastam a levelet, és komolyan végig kellett gondolnom, hogy ezek most hülyék, vagy mi van? Hát bármikor, ha büntető jogi felelősséget tudatában nyilatkozol egy ilyen kérdésben, azt paszki, a bíróság is elfogadja, nem? De. Tehát, hogy házastársként ott lakom. Nem, várjál, nem, mert a bíróság ezt így magában nem fogadja el. Mi az bizonyító erejű magánokiratban kell benyújtani, ami gyakorlatilag ugyanaz, hogy nyilatkozol, és két tanú. Jó, de akkor kérjen be egy ilyen ügyiratot, töltsen föl a kurva ügyfélkapujukon, és akkor nem kell az én időmet, az ő idejüket azzal rabolni, hogy egy konkrétan tök fölösleges pofavizit, személyigazolvány, lakcímkártya, anyám kínja, érted? Most az lesz a következő, hogy a, nem is tudom, Orbán Viktor személyesen fogja leellenőrizni, vagy nem tudom mi a következő. De mit vársz, mit gondolsz, hol élsz a 21. században? Igen. Ezt gondoltam, hogy ezt így ügyfélkapon keresztül bármit el tudok intézni, de nem. Tehát azért vannak ennek a közigazgatásnak ilyen kis útvesztői. Na, úgyhogy velem ennyi történt, illetve ki sem merem mondani, hogy holnap vagy hétfőn egy New Nintendo 2 DS tulajdonosa leszek. Tudom, hogy ez téged nem hat meg, de ezzel nem tudok mit kezdeni. Yeah. Ennyi. Akkor talán csapjunk bele a szuper tematikus adásunkba. És a szuper tematikus résszel kezdjük. Kezdjük azzal, hogy szúrjuk be a breakingeket a közepébe. Oké. Nos, a szuper tematikus adásunk azért lesz szuper tematikus, mert hogy az egyik hallgatónk rákérdezett, hogy mi a túró ez a nikotin show. És meg kell, hogy mondjam, nekem itt az utóbbi időben nem nagyon volt ezzel időn foglalkozni. Tudtam a létezéséről, sőt Dortmundban a nagyon kedves Phi Life standján, ugye aki egy kínai likvid és aromagyártó, de egyébként ilyen brand gyártásban jeleskednek, tehát Európában van egy halom olyan cég, akinek ők palackozzák, gyártják a saját márkás likvidjeiket. Na ez a Phi Life standján ott nagyjából ilyen 20 percig győzködött a csaj, hogy ha tőlük veszek ilyet, nem kell utána jövedéki adót fizetni. Hogy miért? Mondom neki, hát mert hogy ezt nem a dohánylevélből nyerik ki, érted? Hanem, hogy ez mesterséges. Aha. És így nézek rá, oké, mondom, de attól ugye a kasszáma meg a képlete az nem változik meg. Tehát, hogy nem olyan, mint a designer drogtól, hogy arrább teszünk egy molekulát, vagy ezt lecseréljük arra, és akkor ugyanúgy kiüt, de még nincs rajta a fekete listán, tudod. És nem tudtam neki elmagyarázni, hogy te figyelj, a törvényt kurvára nem érdekli, hogy te honnan szerzed be a nikotint, érted, hogy te molekulánként szüreteled a Himalája tetejéről, vagy mit tudom is én, ilyen-olyan eljárással vonod ki, vagy kőolajból állítod elő, nikotinról beszél, egy piszokvilágosan képlettel, tehát van mindenféle azonosításra alkalmas cucca, és akkor mi van? Tehát és öcsém szerintem ott a kiállításon egy csomó embert meg tudta erről győzni, hogy ezután nem kell fizetni jövedéki adót, úgyhogy ez nagyon jó. Ez azért érdekes egyébként, azért is érdekes, meg kicsit rávilágít a jogszabályok agyamentségére, hogy ugye pont valami ilyesmivel próbálkoztak az Egyesült Államokban, ahol viszont nem tudom, hogy hogyan van a szabályozás, hogy hogyan van a törvény, de hogy ott szempont, hogy dohányból készül-e vagy sem, és ott kísérleteztek ezzel, hogy megkerülik a szabályozást a mesterségesen előállított nikotinnal. Nem tudom, hogy mi lett a vége a történetnek, de hogy nálunk viszont egész másképp megy a történet, úgyhogy a kasszám az ellen nem véd. Igen, a mesterséges nikotin. Egyrészt, másrészt pedig ugye hatásában, addikciójában, mindenében ugyanolyan, mint a normál nikotin. A nikotinsónak egyetlen egy előnye van, amit hát nem tudom, hogy előnynek lehet-e nevezni, de az a lényege a nikotinsónak, hogy... Konyhában is használható. Igen, egyrészt ugye ugyanolyan jól oldódik PG-vel, VG-vel, mint a sima nikotin, hanem nincs egy ilyen erős torokhatása, tehát nem csípi, nem marja a torkodat, még egy 20 mg-os, ugye az a legerősebb, amit üvegbe ki lehet szerelni. Egyébként ez is mutatja, hogy büdösül ugyanarról a nikotinról beszélünk. Tehát ma Európában a nikotin só készítmények azok 20 mg-osak jellemzően. Tehát nincs olyan, hogy 6, 8, 9, 3, akármennyi, mert hogy nem érzed a nikotin erősségét a likvidben, hogyha nikotin sóból van keverve, viszont hihetetlen gyorsan felszívódik. Tehát azt mondják az okosok, hogy ugyan, én még nem próbáltam ki, hogy mondjuk reggel egy nikotinsós likvidre, ha rápöffentesz, akkor érzed-e azt a fajta lökést, amit annak idején a hagyományos dohánytermék okozott, de azt mondják, hogy ez fölszívódásban majdnem olyan gyors, mint a cigaretta. Tehát ez a nikotinsó előny, és ezt azért teszem ilyen kicsit macska körömbe ezt az előny című fejezetet, mert a nikotinsóval valószínű nem fogsz lejönni a nikotin erősségről, tehát nem fogod csökkenteni a nikotin erősséget, egyszerűen nem fogja marni, csípni a torkodat. Egyébként más pH-ja lesz tőle a likvidnek, egy picit savasabb a likvid, és ilyen hihetetlenül sima érzés van tőle, tehát mondom, abszolút nem ingerli a toroknyálka hártyáját. Ezért aztán azt gondolom, hogy például ilyen felhőbaszó készülékekben azért nem biztos, hogy a legszerencsésebb dolog nikotin sós készítményeket használni. Viszont nekem ez megütötte a fülemet, mert innentől kezdve kérdés, hogy ez miért ugyanazon a kasszámon fut. Tehát, hogyha a metabolizmusa egész más, a felszívódása egész más, a hatása egész más, akkor ez mégsem egészen ugyanaz a történet. A molekuláris szinten ugye ez nikotin, ami sóhoz van kötve, tehát nem tudom kurva egyszerűbben elmagyarázni. Aha. És, hogy ez nem viccből hívják nikotinsónak, hanem tényleg. Igen. És gyakorlatilag ennyit kell róla tudni, tehát aki nem akar jobban belemászni a vegyészet oldalára, annak ennyit kell tudni, tehát a nikotin az egyértelmű benne, tehát az nem egy, még egyszer mondom, nem egy módosított molekuláról beszélünk, hanem Aha. Ott van a nikotin, csak a kötés, hogy mihez köti magát, az más. Ja, és akkor lehet, hogy a só alapvetően feloldva semlegesíti valamely tulajdonságait a nikotinnak. Igen, ezek savasabbak, ennek körülbelül 5-ös pH értéke van, ezért nem csíp, nem mar egy magasabb koncentrációban. Az szokott lenni, hogy a kezdők, azok kezdnek egy 18-as, mondjuk ugye a mostani helyzetből kiindulva kezdnek egy 18-as nikotintartalmú folyadékkal. Nekem volt ismerősöm, aki pajzsmirigy túlműködésben szenved, és ő ilyen 24-essel nyomta. Tehát cigarettából is a legerősebbek tudták igazából lenyugtatni. Akinek ilyen pajzsmirigy túlműködése van, az sokkal idegesebb, mint a normál működésű emberek, és ő cigarettából is a legerősebbeket használt, és ő 24-essel kezdett. Ő most nagy szarba lenne egyébként ezzel a 18-as likviddel. Nem is értem, hogy miért nem 24-nél húzták meg a határt, de nyilván ez egy ilyen atomönkéntes, tehát 20 mg-os nikotint előtte senki nem gyártott. Érted? Ez is azért közröhely tárgya, hogy nem egy olyan szinten húzták meg, ami az iparágban egy... Az iparágban egy bevett szint volt, hogy 24-ben még kevertek likvideket. Ha emlékszel rá, Kínából, a Hangzen, jaja, mindenki kevert ilyen 24-es likvidet, és egyszerűen valaki azt mondta, hogy 10-20 bassz meg, és így meghúzták, tehát semmi értelme nem volt. Oké, tehát... Visszatérve a mi problémánkra, tehát 18-assal kezdi el, és mondjuk szerintem egy ilyen 2 hónap, 3 hónap után, amikor már föltisztult a garat, a tüdő is azért jobban érzi magát, azért elkezd érezni, illetve jobb készülékeket is kezd el használni, azért elkezd érezni, hogy ez a 18-as már egy picit erős, marja a torkát, hú, lehet, hogy akkor 12-est kéne, aztán ugye annál is előjön ugyanez a szituáció, hogy ez nem annyira kényelmes, próbáljuk ki a 6-ost, és akkor valahol ott a 6-3 mg között megáll sokáig, aztán lehet, hogy a végén... 6-3. Igen, az a híres 6-3, és akkor lehet, hogy a végén a nullással be is fejezi ezt a történetet. A nikotinsónál nem látom ennek a kialakulását, illetve a... Mindez mellett azt gondolom, hogy ésszel használva természetesen ez egy baromi jó dolog lehet. Mondjuk pont az igazán a cigarettát imitáló eszközöknél. Tehát én egy csomó emberrel beszéltem, akinek már egy ego is egy borzasztó méret, és egy ilyen sima, emlékszel, kis vékony pálcika 5-10, vagy most ugye kijöttek ezek a pod készülékek, amik tényleg ilyen zsebbarátak és picik. Ezekben a készülékekben van létjogosultsága a nikotinsónak, de még egyszer mondom, nekem fenntartásaim vannak ezzel a dologgal kapcsolatban, de nyilván majd a piac eldönti, hogy mit szeretne. Drippelőknek és felhőbaszóknak konkrétan én nem ajánlom. Ez a véleményem. És ha már a nikotinnál tartunk, Krisztián, mesélj, hogy lehet kivonni dohányból nikotint? Én meséljek. Jó, ez csak... Én meséljek erről? Ez csak tréfa volt. Nekem egy tanmesém van a dohányból nikotin kivonásáról. Ez még relatíve ifjú dohányos voltam középiskolában, és az osztályfőnökünk kémia-biológia szakos volt, és nem kimondottan szeretett sem engem, sem a dohányosokat, úgyhogy én aztán végképp a bögyében voltam. De érdekes tanmese volt az, amit mondott annak idején, és az így örökre bennem maradt, hogy a dohányosok szervezete ugye annyira hozzászokik a nikotinhoz, hogy a rendszeres bevitelből kifolyólag, hogy jóval arrébb van a mérgezési küszöb náluk, és ez így van. Míg példa, és a mese lényege az volt, hogyha egy hamutartónyi csikket kifőznénk, és azt meginná egy nem dohányos, az meghalna. Akkor én még nem voltam ennyire benne ebbe a nikotin halálos dózis témában, mint most, úgyhogy már azért fenntartásokkal fogadom ezt az állítást. Minden esetre a mese lényege az volt, hogy egy dohányos az zokszó nélkül kisebb rosszullétekkel átvészelné azt, amibe belebakkanna egy nem dohányos. Úgyhogy a nikotin kivonásáról én ennyit tudok mondani. Megmondom őszintén, hogy miután növényvédő szakképesítésem van, ezért annak idején... Mi nem is voltam. Annak idején beszélgettünk, a nikotin egyébként egy hihetetlen jó rovarölőszer. Én azt gondolom, hogy a mai nap is megállná a helyét akár a biológiai védekezésben is, de ugye a veszélyessége miatt még a 60-as években Magyarországon kivonták a forgalomból. Itt-ott valahol a világban még lehet nikotinos növényvédőszereket kapni, de ritka. Viszont hihetetlenül hatásos, széles spektrumú, tehát nem válogat, érted, hogy most ezt a kabócát, ezt nem annyira szeretem, vagy a Colorado bogárra nem annyira vagyok jóba, tök mindegy, mi megtaláltam. Senki sem immunis rá. Sutty. És annak idején nagyon sokan permeteztek úgy nikotinnal, hogy összegyűjtötték a csikket a kocsmába, leáztatták, házott benne egy hétig, kiöntötték, és akkor azzal permeteztek. Egyébként ezt az eljárást Rozika néni, meg Tercsi néni a mai napig használja otthon a szobanövényeken, és tök jó működik. Ennek a veszélyessége egyébként? Várja, amit tudni kell, és itt azért kapcsolódnék egy-két elvetemült embernek a kísérleti likvidjéhez, amiből én kaptam annak idején kézen-közön mutatóba példányokat. Volt egy ember, szakála volt, vadkender, aki ilyen snüssz. Ugye a snüssz az eleve szűrőpapírban van csomagolva, és akkor is snüsztáztatott PGVG-be, és óriási hype volt körülött, és a fórumon mindenkivel összeveszett. Én ebben nem álltam bele ebbe a történetbe, mert ezen a részén én már rég túl voltam. Snüszt meg aztán végképp nem próbáltam volna, mert a snüszt az egy ízesített dohány. Tehát ott aztán végképp nem gondolom azt, hogy az igazi dohánynak az aromája képződött volna, oldódott volna be, és az fú, és az milyen jó, és nikotin se kell bele. És ide akartam kiukadni, hogy egy dohánylevélben, amit direkt kivonásra használnak, tehát nincsen, hogy mondjam neked, gyöngítve benne a nikotintartalom, annak ilyen 3, maximum 8% a nikotin tartalma. Na most egy olyan dohánynak, amit emberi fogyasztásra használnak, például a snüsznek, annak valószínűleg 3% alatt van a nikotintartalma, és kíváncsiságból annak idején megmértük egy ilyen, nagyon praktikus volt, mert ilyen féldecés műanyag pálinkás üvegbe volt, ilyen lecsavaros alumínium kupakos pálinkás üvegbe volt ez a borzasztóan magas minőségű kivonat, és mi annak idején ezt fogtuk és megmértük, hogy mekkora a nikotin tartalma, és ha jól emlékszem, valami 0,1 környékén lehetett. Hát az semmi. Tehát konkrétan majdnem, lehet, hogy karalábéból, vagy karfiolból, vagy nem tudom én, krumpliból több nikotint tudott volna beoldani a jó ember. Ugye egyrészt ezek nem hatékonyak, és nem jól működnek, tehát, és azért akarok ennyit beszélni, mielőtt rátérnénk a lényegre, hogy azért mindenki érezze át, hogy ezek az áztatós történetek, ezek hülyeségek, ezek nem működnek. És na akkor elmondom, hogy ez hogyan történik. Igen, úgy kezdik egyébként a nagyipari nikotin gyártást is, hogy még egyszer mondom, a 8% nikotin tartalmú dohánylevelet leáztatják vízben. Utána, amikor ez az ázalék elkészült, és megfelelő időt töltött ebben a tartályban, utána kapott folyadékot ugye leszűrik, kipréselik még a dohánylevélből gyakorlatilag egy ilyen száraz ázalékot kapnak, kipréselnek mindent, és ezt a kapott folyadékot, ezt méztejjel keverik, és utána vízgőzáramba desztillálják. Amikor kész van a desztillátum, akkor híg oxálsavas oldattal megsavanyítják, és vízfürdőben, tehát az biztos emlékszel rá, hogy édesanyád is főzött úgy, hogy forró víz volt a lábasba, beletette a másik lábast, és úgy kevergette, mert úgy tuti nem ég le semmi. Na, így készül az egyik kedvenc szószom. Így van, tehát ez egy vízfürdős... A hollandi szósz. Vízfürdős ilyen forraló edényben szörpsűrűre befőzik. Ezután koncentrált kárium-hidroxiddal elegyítik, aminek a hatására a nyers nikotin kiválik, egy ilyen olajos barna folyadékot képez gyakorlatilag a felszínén. Ezt aztán éterrel összerázzák, így teljes mértékben kioldják az összes nikotin olajat konkrétan. De és aztán ez ilyen házi körülmények között könnyedén kivitelezhető procedúrának tűnik. És aztán az éter elpárolgása után újra vízgőzáramba desztillálják, nyilván azért, hogy az összes oldószer, ami eddig belekerült, az eltávozzon. Az így nyert nikotinnak a sűrűsége az 1,01 g per köbcentiméter, és ha hiszed, hanem mínusz 79 Celsius fok az olvadás pontja. Wow. tehát én az lelki szemeimmel láttam, érted, amikor leöntik az ifa hűtővizét, és tiszta nikotinnal föltöltik, és aztán úgy jönnek át a határon. Ez abszolút működik. Egyébként, tehát mínusz 79 fokig apám lehet járatni a kocsit, a forráspontja az pedig 247 fok, tehát abszolút alkalmas ilyen megoldásokra. És ha már a nikotinnál tartunk... Nekem még egy dolog eszembe jutott ezzel kapcsolatban, az pedig az, hogy ez az egész procedúra, amit most leírtál, ez gyakorlatilag teljesen tudományos megközelítéssel minden szart lecsapat a tiszta nikotin mellől. Így van. És a végén marad a nikotin. Úgyhogy nem véletlen az, amikor megvizsgálják mondjuk az ilyen nikotin kivonatot tartalmazó e-likvideket és az elektromos cigaretták potenciális egészségkárosító hatását vizsgálják, hogy az elektromos cigaretta aeroszóljában, ha esetleg kedves Ildikó is hallgatna minket, aeroszóljában nagyságrendekkel kevesebb az egészségkárosító anyagok száma, mint például a dohány specifikus nitrozaminoké, ami viszont így házi körülmények között áztatva valószínűleg semmi nem választja ki, tehát egészségügyi szempontból sem tűnik annyira jó ötletnek az ilyen házilag gyártott nikotin párlat. Azért azt is gondoljuk végig, hogy gyakorlatilag a dohánylevél 8%-át hasznosítja az, aki tiszta nikotint akar előállítani. Tehát 92% az megy a levesbe, mert utána azzal már semmit nem lehet csinálni. Tehát ez nem olyan, mint a kávé, tudod, hogy egy időben kivonták a koffeint a kávéből, és kihorták a szemétdombra, aztán valaki kitalálta, koffeinmentes kávé, baszki. Hát mekkora ötlet, érted? És akkor a koffeinmentes, és akkor eladták a szemetet kurva drágán. Vagy mint a szőlő, a bor és a törköly pálinka. Igen, összefüggése esetében. Tehát itt valószínűleg nem lesz ilyen, hogy nikotinmentes cigaretta. És az kommi van, érted? Szóval leszoktam a dohányzásról, már csak nikotinmentes cigarettát szívok. Kész. Tehát... Na, visszatérve a nikotinhoz, hogy ez, amit most itt végigvettünk, ez a bevett ipari eljárás, de van egy másik eljárás is, azt pedig úgy hívják, hogy CO2-es kivonás, Ami azért érdekes, mert egyrészt nincs mérgező, semmilyen szinten nincs benne mérgező oldószer. Szénsavas nikotinos üdítőital. Szénsavas nikotinos üdítőital. Egyébként úgy működik, hogy magas nyomáson, ilyen szobahőmérsékleten folyékonnyá teszik a CO2-t, és egy tartályban, amiben a dohánylevél van, átmossák ezzel a folyadékkal a tartályt, nem a tartályt, a dohánylevelet, és aztán ennek vannak bizonyos kritériumai, hogy mikor engeded el a nyomást, milyen szakaszban, attól függően tudsz bizonyos hatóanyagokat kiszedni ebből a folyadékból. Ugye a CO2 az hihetetlen gyorsan és könnyen elilló anyag, és aztán ezt egy kompresszorral újra tudod cseppfolyóssá tenni. Tehát van egy minimális veszteség a CO2 oldalon, de az abszolút pótolható. És még azt is meg tudod csinálni, ha több ilyen reakciótartályt csinálsz. Az egyikben a nikotint csapatod le, a másikban pedig mondjuk a dohánynak az aromás összetevőit. És ez egy nagyon klassz eljárás. Úgyhogy ez az, ami még bevett szokás. Ez jóval drágább egyébként, mert a reakciókamrák nem lehetnek a nyomás miatt azért túl nagyok és túl ilyen iszonyú, nagyon nagyipari módszerekkel azért ezt nem lehet művelni. Nyilván ezek is még nagyok, de a simáztatásos eljárás az egy sokkal gyorsabb és szerintem olcsóbb eljárás, úgyhogy manapság a nikotinok nagy része az a vegyi eljárással készül. Egy-két helyen foglalkoznak, Európában azt hiszem talán csak egy helyen foglalkoznak CO2-es kivonat készítésével. A másik még, amit meg kell, hogy említsünk, hogy aki még nem látott tömény nikotint, az el tudja képzelni, hogy miről beszélgetünk. Ugye ez egy hihetetlenül mérgező anyag, de mindenféle, legendával ellentétben nem fogja kiukasztani a bőröd, és ha egy csepp a kezed fejére esik, attól nem fogsz azonnal meghalni. Nyilván azonnal le kell mosni, nem mindegy, hogy mekkora felületen érintkezel vele, mennyi ideig. Tehát itt a felület és az idő függvénye a mérgezés, de semmilyen ilyen extrém hatása nincs, hogy mint az Alien nyál, hogy 6 emeleten keresztül átmarja a cuccot, mert ilyet is hallottam már egyébként. Nekem annak idején a főiskolán volt olyan kollégám, aki pont egy ilyen gyakorlaton szembe került nikotin cseppel küzdött, és abszolút, tehát így lábon kihordtam, mondjuk üvöltött, mint állat, de lábon kihordta, tehát nem kellett még csak kórházba se fektetni. Viszont, ha már a nikotinnál tartunk, akkor azért emlékezzünk meg a nikotin mérgezésről is, mert ezt egyébként bárki elő tudja magának idézni, aki túladagol. Ugye az előbb beszéltünk a nikotinsóról, de akár egy sima dohányos is mondjuk. Te hány száz cigit szívtál, Krisztián? Mert ezen mindig el vagyok. 4 doboz 12 szálosat. 4 doboz. Hihetetlen. De a nikotin mérgezésnek vannak tünetei. És jó, hogyha tudja mindenki, hogy mi a nikotin mérgezés tünete, mikor lehet arra gyanakodni, hogy ilyennel áll szembe. Ilyen az izzadás, a fejfájás, a szédülés, az émegés, a hasmenés, a hányás, hányinger. Remegés. Súlyos esetben akár eszméletvesztés, rángó görcs, sokkos állapot, sőt, akár a légzés is leállhat, vagy nyilván a végén ez halálos kimenetű lehet. Egyszerűen elkezd össze-vissza verni a szíved, és a végén megáll. Tehát erre erre azért mindenféleképpen figyelni kell. És mert hogy az emberi hülyeség határtalan, szoktam mondani, és volt olyan csoport, ahol magas koncentrációjú, tehát nem 18-as, nem 24-es, hanem még ettől is magasabb koncentrációjú liquiddel drippeltek, mert ez milyen fasz a dolog, és ilyen challenge-et csináltak belőle, érted, hogy 72-es vagy 100-as nikotinnal drippeljen valaki. Ez nem játék. Ezt azért lássuk be, és ilyen szempontból, még ha ilyen szar és észszerűtlen is a szabályzás, de előbb-utóbb ezeknek a hülyeségeknek adminisztratíve is gátat kellett vetni. Azt azért tegyük hozzá, hogy az emberi fogyasztásra szánt termékek esetében, mint például a kész likvidek, ilyesmi, amik a 20-as alatt vannak. Tehát jó, hogy dohányzással meg egyéb dolni a nikotint, de ez gyakorlatilag ezeknél a termékeknél a szándékosság kategóriába megy, mert hogy jóval lassabb ütembe leszel rosszul az így dohányzással vagy az elektromos cigarettával fogyasztott normális mennyiségű nikotint tartalmazó termékektől, mint hogy eljuthassál akár a halálos rosszullétig, sokkal hamarabb leszel nagyon szarul, mint hogy ez brutális lenne. Ez főként azokra vonatkozik, akik tömény nikotinoldatokkal dolgoznak, maguknak kevernek, stb. Ott nagyon észnél kell lenni. Gyakorlatilag ahhoz, hogy megmérgezd magad egy elektromos cigarettával, amiben normális fogyasztásra szánt nikotin koncentrációjú e-likvid van, ahhoz nagyon elszántnak és hülyének kell lenni, és az sem nagyon lehet halálos kimenetelű. Én azt gondolom, hogy egy 18 mg per milliliter nikotintartalmú likvidbe másfél órát fürdesz, de érted, annak már azért lehetnek. Annak már azért lehetnek hatásai. Egyébként nyilvánvaló, hogy még a 18 mg per milliliteres nikotin is biztonságos. Azért arra térjünk még ki, hogy mint minden, ami letális dózis, az piszok sok mindentől függ. Ugye a nikotin esetében már beszéltünk arról, hogy erősség, felület, idő, és ugye a testsúlytömeg, és még a nikotinnál az is bejátszik, hogy valaki mennyi rendszeres nikotint fogyaszt. Mert ha valaki életében nem fogyasztott nikotint, az nyilván sokkal hamarabb rosszul lesz ugyanannyi nikotintól, mint az, aki meg a másiknak meg az a napi adagja. Tehát ezek azért ilyen súlyozottan kell figyelni mindig. Emlékszel az egy darab halálos kimenetű balesetre, amikor a kisgyerek a 100-as nikotint nyitva hagyták az egyébként atomgondatlan szülők, és hogy abba belekortyolt és a mentőbe meghalt. Nyilván, hogyha 5-szer akkora lett volna a gyerek, és mondjuk 20 éves, akkor valószínűleg nem halt volna bele ugyanabba az adagba. Na, ha azt már így marha jó kitárgyaltuk ezt az inhalációs részt, akkor szerintem most tartsunk egy breaking news-t. Kérlek, akkor. Melyikkel kezdem? Kezdem a pörrel. És a Krisztián, amelyik news. Neked szimpatikus. Breaking news. Megszakítjuk adásunkat. Ugye már az elején említett levelet kaptam live szekcióban, itt van, nyomtatott papíron, a kezemben egy jegyzőkönyv egy január 25-i tárgyalásról, ami a még továbbra is futó adatigénylési per kapcsán történt, és amiről sajnos én nem értesültem időben, mert az ünnepek előtt kaptam egy értesítést, de mire érte tudtam menni az ünnepek előtti őrültek háza szindrómában, addigra már visszaküldték a postáról az ítélőtáblának, ami mind kiderült egy idézés lett volna, ugyanis igen, az Emmi természetesen fellebbezett az első fokon megnyert adatigénylési per ítélete ellen, és január 25-ére volt kitűzve egy tárgyalás, amin én így nem tudtam ott lenni. Viszont nagyon érdekes dolog történt, és ezt fölolvasnám, mert nagyon érdekes. A bíróság a per tárgyalását 9 óra 35 perckor folytatja. Tanács elnöke a vélemény 6. pontjában foglaltak alapján tájékoztatja Alperest a bizonyítási kötelezettségéről. Részletesen tájékoztatja arra vonatkozóan, hogy az Alperest terheli az általa felhozott megtagadási indokok bizonyítása. Az 5. sorszám alatti beadványban foglalt védekezése alapján részletesen és konkrétan kell megjelölnie azt, hogy pontosan milyen folyamatban lévő eljárásban meghozandó, mely döntés megalapozását szolgálják a kiadni kért közérdekű adatok, mikorra várható ezen döntés meghozatala, az igényelt adatok kiadása mennyiben befolyásolja a hivatkozott döntés meghozatalát. A döntés megalapozását szolgáló adatokra, mint megtagadási okra való hivatkozását, tehát egyrészt konkretizálni szükséges, másrészt az bizonyítani is szükséges. Bizonyítási kötelezettségének többek között okiratokkal, tanúbizonyítás előterjesztésével tud eleget tenni. Iratsatolás esetén esetlegesen kérhető a PP 119 paragrafus 2-es bekezdésének alkalmazása, ez még nem tudom mi. Ugyanilyen módon kell részleteznie, indokolnia és hitelt érdemlő módon alátámasztania az alperesnek azon hivatkozását is, mely szerint a felperes által kiadni kért adatok megismerése veszélyezteti a szerv befolyástól mentes működését, ellehetetleníti a befolyásmentes munkavégzést. Üps! Tehát foglaljuk össze ezt azért így, mert oké, hogy ezt felolvastad, én közben levágtam a körméimet, meg kireszelgettem, csak foglaljuk ezt így össze ilyen atomparasztosan. Miről ez szól az egész? Ez kérlek szépen arról szól, hogy sajnos nem tudtam ott tenni. Erre hivatkozva egyébként azt mondta az Emmi, hogy igen, megértették, és 30 napot kérnek, hogy ezt bizonyítani tudják, úgyhogy emiatt újabb tárgyalásnap lett kitűzve, amin most már ott leszek, mert tudok róla. Gyakorlatilag annyi történt, hogy az ítélő tábla beleverte picit az Emmi órát abba a ténybe, hogy gyakorlatilag az elmúlt néhány év alatt és a per során semmiféle bizonyítékkal nem szolgált arra, hogy megalapozatlan lenne az adatok kiadásának a megtagadása. Semmifélével. Ez, hogy mindenkit képbe tegyünk, ez az a per, ahol a levelezést próbálod meg. A levelezéstől kezdve mindenféle dokumentációt, ami 2015-ben elektromos cigaretta témában, kiemelten a NEFI összefoglaló és a T7404-es törvénymódosító javaslat, ami később a nem dohányzók védelméről szóló törvénymódosításához vezetett, ennek a keletkezési körülményeivel kapcsolatos mindenféle információ és adat. Igen. Hát ez egyrészt jó hír, nem? Másrészt pedig ki tudja, lehet, hogy előrántanak egy nyuszit a kalapból megint. Igen, én most már 2018-ban úgy döntöttem, hogy nyugtával fogom dicsérni a napot. Így pláne az Alkotmánybíróságtól érkezett két leoltás után. De ez így, én azt gondolom, hogy nagyon keményen föladta az ítélőtábla a leckét ezzel az Emminek, mert hogyha ilyenjük lenne, akkor ezt már előáshatták volna a per eddigi tárgyalásai és eseményei során. Így magunk közt, igazából magunk és a nyilvánosság előtt pontosan tudjuk, hogy gyakorlatilag ezt nem lehet normálisan bizonyítani, nem fogják tudni bizonyítani, mert nincs erről szó, de nyugtával dicsérjük a napot. Én nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mit fognak összehozni az Emmi részéről, és egyébként március 29-én lesz a tárgyalás. Kíváncsian várom. De. Na, többek között ezért is kell Debrecenbe menni. Most már tényleg ilyen abszolút ilyen light-os, könnyített verzió van. Látom, hogy szerveződnek telekocsik, sallala, és én mindig azt szoktam mondani, hogy nem az érdekel, baszki, hogy miért nem tudsz jönni, hanem az, hogy gyere. Debrecen az új Las Vegas. Iszonyú buli. Menjen mindenki, igen. És hogyha teliholdkor kiáll éjfélkor a sarokra, és szerencséje van, akkor még világítani is fog. Mit is kaptatok, Krisztián? Mert az olyan menő nevű cucc volt. A technécium. Technéciummal jelölt DGPA-t kaptunk. Én olvastam a Galaxis Útikalauz Stopposoknak, és nekem rémlik valami, hogy csak azokat veszik föl törölközővel a nyakukban, akik technéciumot kaptak. Úgyhogy aki arrébb akar menni egy világegyetemmel, az föltétlen menjen el Debrecenbe, és ezt szerintem májusig minden adásban el fogjuk mondani, vagy áprilisig, attól függ, meddig fog tartani. Sőt, ilyen pszichoakusztikus trükköket is be fogunk vetni, mint emlékszel a Fight Clubban a film végén egy pillanatra felvillanó pénisz. Mm. Ilyen aljas tudatbefolyásoló kis pszichoakusztikus trükköket fogunk bevetni, például gyorsítva elhatározott. Menjetek be szembe! Debrecenbe jó. Debrecenbe akarsz menni? Tudom, hogy Debrecenbe akarsz menni. Figyeljétek a Facebook csatornáját az Ecigiteszteknek, mert ott azért elég sok információ van, és ott szerveződnek is a telekocsik, illetve van egy közös chat, ahol mindenki elmondhatja a problémáját, hogyha nem tud eljutni, lejutni, időpontot egyeztetni, stb. Úgyhogy Debrecenre föl, vagy fel, mert ugye szögedélyesen föl, pestélyesen fel, és akkor breaking news még egy breaking news. Én azt gondoltam, hogy ezt egy kicsit arrébb tesszük, de mondjad akkor. Ha már így bele... Azt hittem, hogy így bebrékelünk a közepére. Hát akkor brékeljünk, akkor ez legyen brék. Jászai Mari téren a fiatalok. És én is fogok mondani egy breaking news-t. Igen? Jó. Breaking news 2. Megszakítjuk adásunkat, amit már eleve megszakítottunk egy breaking news-zal. De most breaking news 2. Angliában, ami az elmúlt években gyakorlatilag a bizonyíték alapú tudományosan megközelített elektromos cigaretta értékelés és kezelés világító tornyaként funkcionál. A brit közegészségügyi hivatal, a Public Health England továbbra sem pihen, és kijött 2018. február 6-án éjfél után 1 perccel a 2018-as frissítés, a 2015-ben adták ki ugye ők az elektromos cigarettáról szóló 95%-os jelentésként elhíresült jelentésüket, és most azóta eltelt azért 3 év, és nem úgy, mint nálunk. Igen. Ott követik az eseményeket, és újra végignézték a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékokat, kiértékelték a mindenféle már statisztikai módszerekkel látható trendeket, a dohányzást illetően és az elektromos cigaretta használatot illetően, és ismét kihoztak egy nagyon pozitív és nagyon hosszú jelentést, aktualizálva napjainkra, a legfrissebb ismeretekkel. Készült ennek egy zanzásított összefoglalója is. Én ezzel terhelnélek benneteket, és aki nagyon bátor, az olvassa el majd a teljes jelentést. Még én sem tettem meg. És a következőket mondja a Public Health England, áttekintve a 2015 óta nyilvánosságot látott bizonyítékokat és statisztikákat. Azt mondja, hogy ez a jelentés az a fiatalok körében használt elektromos cigarettákra és fiatalok és felnőttek körében történő elektromos cigaretta fogyasztási szokásokra, viselkedésformákra és annak a dohányzásról való felhagyásra gyakorolt hatásáról, és az egészségügyi kockázatokról és a nikotin szerepéről szól, és ugyanakkor áttekinti a heat not burn, tehát hevített dohánytermékek. Igen, mert az ugye is aránylag új, tehát ez egy 2 éve jelent meg a széles piacon. Igen. És azt mondja, hogy a Public Health England, vagyis a brit népegészségügyi hatóság, vagy mi ennek a normális kultúrát megfogalmazása, bizonyíték áttekintésének a fő konklúziói: az elektromos cigaretta használat a dohányzáshoz képest rendkívül kicsi kockázatot hordoz magába, és a dohányzásról való teljes átállás az elektromos cigaretta használatra rendkívül előnyös egészségügyi hatásokat hordoz magában. Azt mondja, hogy továbbá az elektromos cigaretta, mint termék évente legalább 20 000 sikeres dohányzással való felhagyást eredményez, évente, valószínűleg még ennél is többet. Ez ugye Angliára vonatkoztatva. Az elektromos cigaretta használat egyértelműen összefüggésbe hozható a javuló dohányzással való felhagyási mutatókkal kapcsolatban az elmúlt évet tekintve, és az egész országra vonatkozó felgyorsuló dohányzással való felhagyási mutatókat eredményez. Azt mondja, hogy a dohányosok, sok ezer dohányos teljesen hibásan úgy gondolja, hogy az elektromos cigarettázás legalább vagy ugyanolyan káros, mint a dohányzás. A dohányosok körülbelül 40%-a soha ki sem próbálta az elektromos cigarettát. Rendkívül jelentős a köznép tájékozatlansága a nikotin tekintetében. A felnőtteknek kevesebb, mint 10%-a ismeri azt a tényt, hogy a dohányzás egészségkárosító hatásának túlnyomó része az nem a nikotinnak tudható be. Azt mondja továbbá még, hogy az elektromos cigaretta használat az Egyesült Királyságban az elmúlt évek során elérte kicsivel 3 millió felhasználó alatti szinten tetőzött mostanáig, és kijelentik továbbá azt is, hogy a bizonyítékok egyáltalán nem támasztják alá azt az aggodalmat, hogy az elektromos cigarettázás a fiatalok körében dohányzáshoz vezetne. A fiatalkorúak dohányzása az Egyesült Királyságban folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, a rendszeres használat ritka, teljes egészében azok körére szorítkozik, akik korábban már egyébként dohányoztak. Ezek így zanzásítva az összefoglalók. Nagyon durva, nagyon jó, kíváncsi vagyok, hogy nálunk ez vezet bármire. Nyilván nem. Ilyenkor mindig így irigykedve tekintek ki Angliára tényleg, hogy lehet ezt így is csinálni. És nem úgy, hogy néhány gondosan kiválogatott tudományosnak viszonylag csak a legnagyobb jóindulattal nevezhető kutatási borzalmat összeollózva nekiállsz hülyeségeket hablatyolni, és azt mondod, hogy már pedig ez a bizonyítékok áttekintése. Le a kalappal, Public Health England. Abszolút. Én is ezt gondolom, hogy mindenféleképpen egy ilyen fákja az egészségügyi fasiszták és megmondó emberek erdejében az ő munkásságuk. És csak így tovább. És akkor én is breakingelek egyet. Igaz, hogy ez nem elektromos cigaretta, nem egészségvédelem, de hogy én végig izgultam ezt a kurva SpaceX startot, és megnéztem, ahogy a Tesla Roadster bakker egy szkafanderes emberre napkörüli pályára áll, miközben a műszerfalon a hírhet Don't Pánik fölirat ott díszeleg, ugye Douglas Adams Galaxis Útikalauz Stopposoknak című könyvéből, illetve, aki nem tudta, ez is marha érdekes, a kocsin ott van Asimov alapítványa is, tehát ha találkozik ez az űrszekér, érted, egy ufókkal, akkor nem tudom, elolvashatják az alapítványt, amennyiben megtanulnak ebből a könyvből angolul. Zseniális, zseniális. Úgyhogy én hihetetlen módon drukkolok az Elon Musknak. Nagyon sokan kérdezték, hogy mi értelme volt ennek az egésznek. Nyilván ez egy próba volt mindenféle, hogy is mondjam, kézzelfogható cél nélkül. Itt a cél annyi volt, hogy kipróbálják. Ez ma a világ legerősebb használatban lévő hordozórakétája, és ezzel a napkörüli pályára állítás egyébként azt is bizonyította, hogy akár a Marsig is el tudnak vele jutni, sőt, ha jól tudom, súrolni is fogja a Mars pályáját, tehát még az is benne van egyébként a pakliba, mondjuk egy lottóötössel ér fel ennek a lehetősége, de hogy rázuhanjon, vagy belezuhanjon a Marsba, hogyha annyira megközelíti, esetleg nyilván kiszámolták, hogy nem, de zseniális volt, és hihetetlen hangulat, érted, az ott dolgozók teljes névsora is ott van a kocsin, szakértők pedig azt mondják, hogy egy év múlva ez az autó gyakorlatilag ilyen atomjaira fog széthullani, és már csak az alvász fog keringeni tovább. Rátettek 3 kamerát, live-ban nézhető, én azt gondolom, mindenki nézze meg a startot, mert az tényleg egy ilyen felemelő sztori volt. Gagarin óta az egyik legjelentősebb űrhajó felbocsátásnak gondolom, egyrészt azért, mert ez magánszemélyként, tehát nem a NASA, és nem az oroszok, és nem a kínaiak, hanem ezt bakker egy ember, aki ebbe időt, energiát, pénzt, hitet fektetett, érte ezt el, zseniális. Tehát, és ahogy visszajött a 2 hordozórakéta, sajnos a főrakéta az megsemmisült, elfogyott belőle az üzemanyag, és nem tudott a tengeri platóra visszaszállni. Ja, és még ami hihetetlen volt ebbe a sztoriba, minden egyes gyors, tehát mind a 2 gyorsítórakét és a főrakéta is már egyszer repült. Tehát ezek ilyen újra felhasznált kvázi anyagok. Zsenél, tehát mint egy balettöcsém. Tehát levált a 2 hordozó, egyszer csak azt láttad, hogy ott a földi platformon ereszkednek le, és szinte egyszerre érnek földet. Á, hihetetlen volt tényleg. Akit egy kicsit is érdekel az űrhajózás és az űrkutatás, az most marha jó kommenteket láttam, ilyen lapos földe hívők Elon Musk. Nem, így volt, hogy Elon Musk lapos földhívők 1-0. Szóval zseniális, érted? És engem az döbbentett meg egyébként, hogy tehát ez a Don't Panic felirat, erre nem voltam fölkészülve, tudod, így kinyílt a kapszula, napfény, ez egy piros Roadster, ez is egy használt autó, tehát az ő saját Roadster-e volt, amit használt. Gyönyörű, szép új gumikkal, érted, és így sújt, így ott megy a világűr, és oda nézek a műszerfalra, mondom, bazd meg, hát ezt nem hiszem el, érted. Így kell stílszerűen lecserélni az autódat. Föllövöd az űrbe a régit. Igen. Igen. Tudod, és akkor majd jön az amerikai, nem tudom én, akármilyen hivatal. Ember, ezt a Roadstert leadta a roncstelepen? Nem, kilőttem a világűrbe. Aztán majd... Tehát... Magyarországon ezért ennyi lenne, azt tudod, mert ezt le kell adni. Ó, nem tudtam. Tehát olyan nincs, hogy te fogod azt... tehát ki kell vonatni a forgalomból, azt meg csak úgy tudod, hogyha elviszed egy roncstelepre, ott leadod, adnak egy papírt, azzal bemész az okmányirodámba, és ott bizonyítod, hogy ez az autó már nincs a neveden, meg kivontad a forgalomból. Tehát így van vége egy autónak. Arra gondoltam kiskapuként, hogy esetleg, ha valakinek van olyan vállalkozása, ami fölvette a tevékenység körébe az űrszemét szállítás nevű tevékenységet, az ha kilőheti az űrbe, de ezek szerint nem. Ez mindig a kedvencem volt, ez az űrszemét szállítás, hogy így merjünk nagyot álmodni, valószínűleg űrhódító nemzet lesz a magyar. Én már lelki szemeimmel láttam, hogy ez a Magyarok a világűrben című fejezet, az így fog kinézni, hogy egyszer csak Elon Musk kap egy levelet. Az ön űrhajója a napkörüli pályán áthaladt a Véda kapu alatt. És nem fizette meg a pályadíjat. Jaj. Mellékelcsekken 30 000. Viszont Fifika, képzeld el, nem olvastam föl minden fontos dolgot. Public Health England bejelentésből. megmertem volna ráesküdni, hogy erre még visszatérünk. Még scrollozni kellett lefelé, mert ott utána mindenféle idézetek jöttek az okos tudományos képviselőktől, és az alatt még van néhány gyöngyszem, amit megosztanék a nagy érdeművel, ha nem bánod. Gyors lesz. Tedd azt. És úgy folytatódik egyébként, a vége az a sajtó bejelentésnek, hogy a Public Health England felkéri a dohányosokat és az érintett szervezeteket, hogy cselekedjenek a rendelkezésre álló bizonyítékok szerint, mégpedig dohányosok. Mindenki és bárki, aki már szenvedett azzal, hogy leszokjon a dohányzásról, ki kéne, hogy próbálja az elektromos cigarettát, és egyúttal forduljon kérje szakember segítségét is, mert a legjobb leszokási mutatók ott érhetőek tetten, amikor valaki az elektromos cigaretta használatát professzionális helppel, majdnem sikerült lefordítanom, tehát szakszerű segítségnyújtással együtt kombinálja. A helyi leszoktató központok és egészségügyi szakemberek részére ezt a felhívást teszi közzé, hogy ők viselkedésbeli segítséget, tehát ez a terápiás viselkedés módosítós segítséget nyújtsanak a dohányosoknak, akik elektromos cigaretta segítségével akarnak megszabadulni a dohányzástól. Egy vadjúj oktatókurzus az elektromos cigarettákkal kapcsolatban rendelkezésükre áll, online elérhető a Nemzeti Központ, a Nemzeti Dohányzás Leszoktató Központ tréninganyagai között. Hú, és tényleg el is felejtettem, ezt meg is akartam nézni, tehát hivatalos egészségügyi szakembereknek szóló online oktató videóanyag áll a rendelkezésre Angliában. A MHRA, az MHRA, ami a gyógyszer és egészségügyi termékek szabályozó szervezete Angliában, nekik a következő ajánlást teszik, hogy folytassák a munkájukat azt illetően, hogy a igény esetén az elektromos cigaretta termékek szabályozhatóak legyenek, mint leszokás támogató eszközök, és támogassák a gyártókat abban, hogy egy gyorsított licenszelési eljárás keretében receptre felírható elektromos cigarettákat regisztrálhassanak. A Public Health England úgy gondolja, hogy meggyőző bizonyítékok állnak már rendelkezésre ahhoz, hogy a társadalombiztosítás keretében biztosítsák ezeknek a termékeknek az elérhetőségét, ezen kívül pedig a különféle kórházak és egészségügyi intézmények, és itt jön a durvulás, a különféle kórházak és egészségbiztosítási intézmények részére a következő ajánlatokat teszi, ahhoz, hogy teljesen füstmentessé váljanak, ezek az intézmények biztosítsák azt, hogy az elektromos cigaretták a nikotinpótló terápiás termékek mellett megvásárolhatóak legyenek a kórházi boltokban. Érted? Érted? Ú, de durva, érted? De durva. Az elektromos cigaretta használatára vonatkozó szabályozások támogassák azt, hogy a dohányosok le tudjanak szokni és füstmentesek maradhassanak, ergo hadd használd az elektromos cigarettádat nem a dohányzásra kijelölt helyeken, szüntessék meg a dohányzásra kijelölt helyeket ezekben az intézményekben, tehát dohányozni egyáltalán ne lehessen, ezzel is motiválják a dohányosokat arra, hogy inkább elektromos cigarettát használjanak, és a közvetlenül a betegekkel dolgozó, páciensekkel dolgozó személyzet ragadjon meg minden lehetőséget arra, hogy bátorítsa és támogassa a betegeket abban, hogy abba hagyhassák a dohányzást, válthassanak elektromos cigaretta használatra. És a kormány új dohányzás visszaszorító terve Angliában tartalmaz egy olyan ígéretet, hogy a kormány maximalizálni fogja az elérhetőségét a dohányzáshoz képest biztonságosabb termékeknek, egyértelművé teszi azt, hogy az elektromos cigaretták fontos szerepet játszanak abban, hogy elérhessék azt a célt, hogy eljöhessen végre egy dohányfüstmentes generáció. És itt a vége. Bám! Gratulálok! Mintha nem is ugyanazon a bolygón élnék. Minden... Igen, igen, minden olyan eszközt bevetnek, és egyébként ezt még lehetne fokozni, de minden olyan eszközt bevetnek, amelyel el tudják érni a dohányosokat. Emlékszel rá, hogy mi elég sokat beszélgettünk erről, és a véper magatartásnak az egyik kifogásolható része az volt, amikor valaki elkezdett vépelni, és utána ugyanolyan gyűlölettel nézett a dohányosra, igen, mint ahogy ránéztek egyébként, amikor dohányzott. De ebből hihetetlen jó és pozitív dolog jön le. Igen, segíteni kell a dohányosokat, stb. Tehát abszolút egyetértek velük, el kell őket érni. Ezt, az a baj, hogy ennek az 5 évnek a rombolása, ami az egészségügyi fasiszták részéről az elektromos cigaretta ügyében történt, az egy iszonyú kemény munka ezt helyre tenni. Az nem kifejezés. És ők ebben most tényleg utat mutatnak, szóval le a kalappal előttük. Csak ezt tudom mondani. Ámen. Az a szituáció, ámen, gyakorlat jutott tényleg eszembe így poén kedvéért, hogy tényleg zongorázni lehet a különbséget. Itt nálunk mi van? Elfogyott a likviden, basszus. Van nemzeti dohánybolt? Lesz egyáltalán likvid? Ha lesz likvid, milyen lesz? Úristen, honnan a fenéből szerezzek likvidet? Ugyanez a történet Angliába. Marikám, rögtön jövök, leugrom ide a kórházba, veszek egy kis likvidet, meg egy kazánt, meg egy új ecigit, hogy legyen itthon. Hello. Nos, a következő nem is tudom, etapban még egy pár ilyen érdekes dologra térnénk ki, amit... Tematikus turpisságok. Nem is. Tematikus turpisságokra térnénk ki, amit meg szerettetek volna kérdezni, de nem kérdeztétek meg, vagy elkövetitek, és nem kérdezitek meg, hogy ezt jól csináljátok, vagy nem. És itt elsősorban mindig arra kell gondolni, hogy a tüdő, nem a gyomor. Tehát ezt az egyszerű ökölszabályt kérek mindenkit, hogy azért így gondolja mindig végig. A tüdő, nem a gyomor. Tehát ami a gyomrodban jó, az nem biztos, hogy a tüdődben olyan iszonyú jó lesz. És az egyik ilyen balfasság, már ha kigondoltam, kimondom, az a mentolkristály beszerzése a patikából, és majd én abból keverek fasz a mentolos cuccot. A mentol kristálya az a borzasztó nagy probléma, hogy egy nehezen oldódik. És ilyenkor az ember mit szokott csinálni? Megmelegíti a likvidet, milyen fasza, milyen szépen feloldódott benne a mentol kristály, aztán 3 nap múlva azt veszi észre, hogy egy ilyen különböző hosszú kristályláncból álló, áthatolhatatlan fátyollá vált az egész. Miközben ebből már azért ő használta a kis likvidjébe, és lehet egy kicsit sok, de nem baj, majd még öntök hozzá. Egyszerűen nem lehet beállítani a mentolkristályból készült aromáknak a standard erősségét. És ilyenkor mindig eszembe jut az, hogy vajon a sót, ha te úgy használnád, hogy fogalmat sincs, hogy egy kanál milyen sós sót tartalmaz, és így kezdenél el főzni, akkor vajon mi lenne a végeredmény? Nyilvánvalóan elég szar. Úgyhogy ezt a mentolkristály történetet én arra kérek mindenkit, hogy kerülje. Ha már a mentolnál tartunk, akkor a mentol az egyik nem addiktív, ez hülyeség. A mentol az egyik legjobban tüdőt roncsoló anyag azok közül, amit mi aromaként használunk. Főleg akkor, hogyha túladagolja valaki. A mentolnak van egy nagyon érdekes hatása, hogy az első sluk az olyan, hogy ez egész jó, és az 5.-6. sluknál már kezded érezni, hogy ez sok. Tehát egy ilyen kvázi összeadós hatása van a mentolnak. Mindenkit arra kérek, hogyha mentolt akar használni, akkor előre bekevert aromát használjon, mentolaromát, vagy jégmentolt, vagy mentát, vagy spermintet, vagy bármit. És így látatlanban is azt mondom, hogy 1% vagy az alatti adagolásban használja, semmi esetre se 4-5%-ban. Tehát az azért gondoljuk végig, még egyszer mondom, leginkább sejtromboló anyagról beszélünk, ami a tüdőnek árthat. Bármennyire is azt gondolja mindenki, hogy a mentolhoz egyfajta ilyen a tüdő egészsége, meg a szájhigiénia, meg egy csomó ilyen dolog kapcsolódik. Nem jó a mentol. A túlzásba vitt mentol meg egyenesen ártalmas. És nem azt mondom, hogy ne szívjatok mentolos likvidet, mi is forgalmazunk mentolos likvidet, de én 0,5% környékén szoktam a mentolt aromaként használni, pontosan azért, mert összeadós hatása van, és utálom, hogyha a mentol elnyomja az ízkompozícióban a többi íznek a hatását. Valamikor kiemeli, de ha a túlzásba viszed, akkor biztos, hogy így lerombol mindent, amit addig beletettél a likvidbe, akkor még mi értelme van. Tehát a mentolval csínyán kell bánni, mint ahogy egyébként az alkohollal is. Tehát ez a másik őrült baromság, amire így fölfigyeltem az évek alatt. Egyrészt ugye a nem e-cigarettás körökben is elkezdett terjedni, természetesen honnan indult volna, hogyha nem az északi részről, Oroszország, Finnország, ez az őrület, hogy alkoholt inhaláljunk. A legnagyobb kibaszás, amit tudsz tenni a tüdőt, de piszok gyorsan felszívódik, ez tény és való, tehát úgy ki tud ütni 3 cent vodka, mint annak a rendje. Mondjuk engem, ha lenyelem, akkor is, tehát azhoz nekem nem kell inhalálni. Te is ilyen pehely súlyú piás vagy? Én nagyon, tehát én egy üvegsörtőbe állok, érted? Úgy. Most már én is, nem örülök neki, de mostanában én is. Úgyhogy ez az egyik ilyen őrület, és természetesen, hát miért ne, ugye likvidbe is kipróbálják. Sokan egyébként úgy is, hogy nem is tudnak róla. Az a baj, hogy az aroma piacra helyeződött át a hangsúly egy idő után, ahogy ugye megjött a tiltás a nikotinos likvidekre, illetve a szabályozás, és az aromapiacra helyeződött át a hangsúly, és vannak olyan, nem is tudom, aromaforgalmazók, akik azt gondolják, hogy ők a fasz a gyerekek, literesbe vesznek bárhonnan aromát, és azt kiszerelik. És ennek én ilyenre már futottam rá, miután elkezdtük feszegetni azt, hogy na ez az aroma honnan való, és mi, és hogy, és stb. Kiderült, hogy ez egy sütemény aroma, alkohol van benne, abban van oldva, és ez azt hiszem egy vaníliás aroma volt, ami nekem így szemet szúrt a teszt során. És kérdezem a srácot, hogy de öreg, hát ő megveszi literesbe, kiszereli 10 millisbe, fölcímkézi, tudod, ilyen kis ragasztott címkékkel, és úgy nagyon szeretik. Hát de mondom, baszki, alkohol van benne, és ez nem egy, még csak nem is hőálló élelmiszeripari aroma, hanem ez egy, mit tudom is én, ilyen likőr, vagy alkoholba keverendő aroma. Szóval hallgatni is fáj. Igen, rettentően vigyázni kell. Egyébként, ha valaki kikeni a kézfejére az aromát, és azt érzi, hogy jeges hűvösség van, és mondjuk nem mentolos az aroma, az biztos lehet benne, hogy azért, mert alkoholt tartalmaz az aroma, és ez az alkohol párolgása okozza ezt a hűs érzést a kezén, és mondom még egyszer, ha nincs benne mentol vagy menta. Úgyhogy ezt is hihetetlen módon kerülni kell. Persze van az a módszer, amivel el lehet tüntetni az alkoholt, mondjuk a kávéfőző platóján tartod 1-24 órát, és néha lötyögteted, és akkor majd kipárolok belőle, de hát azért, na, szóval ilyet senki ne ne is próbálja. A következő vicces kérdés, amit az elmúlt, nem tudom, 5 év során minden évben valaki privátban föltesz nekem, az a THC kivonásra vonatkozó kérdés, amiben én nem fogok senkinek sem segítséget nyújtani, egyrészt mert magam nem vagyok THC fölhasználó, másrészt pedig a simáztatás, még egyszer mondom, nem fogja kivonni a hatóanyagot a fűből, amit éppen a fekete piacon megvett, úgyhogy ezt úgy, ahogy van, felejtse el mindenki, nem fogjuk az e-cigarettát THC-val terhelni. Még bármennyire is szeretné ezt bárki is. Majd akkor lehet erről beszélni, és mindig ilyenkor ez a vesszőparipám. Ez volt a nikotinnál is, hogy nem mindegy a dozírozás. Tehát, hogy te egy, 2 millis likvidbe hatóanyagból, és most direkt azt mondom, hogy hatóanyag, és nem azt, hogy THC, tehát ez lehet bármi, hatóanyagból mennyit tudsz inhalálni. Ezt bizony kontroll alatt kell tartani, mert másképp az egésznek semmi értelme nincsen. Tehát ez egy csubakka likvid lesz. Arról már nem is beszélve, ugye, hogy javíts ki a tévedek, de amennyire én emlékszem rá, a THC, mint olyan, az olajban oldható, vagy olajjal elegyedik. Nem véletlenül az összes THC kivonat olajalapú, és mint tudjuk, olajat belélegezni, igen, nem annyira jó ötlet. Nem frankó dolog, így van. Én magam nem vagyok egyébként, nem vagyok egyébként a THC ellen. Tudom, hogy rengeteg jótékony hatása van, de azért ezt mindig bontsuk 2 külön dologra, mert össze szokták keverni. A kendernek 2 hatóanyaga van. Az egyik a THC, amitől vicces leszel, a másik pedig a CBD, amit most jelen pillanatban egy csomó betegség gyógyítására használnak, vagy próbálnak. Kannabidol nevű anyag, így van. CBD-s likvid egyébként létezik, lehet kapni, abszolút legális, és vannak olyan kenderfajták, amelyeknek a THC tartalma elhanyagolható, viszont a cannabis tartalma, vagy a cannabidol tartalma pedig sokkal nagyobb. És ebből, ha Magyarországon rákeresel erre, hogy CBD, 2-3 shopot fogsz találni, ahol CBD, de szintén olajos kivonatokat fognak árulni, és nem véletlen, hogy rá van írva, hogy az adott üvegben mennyi milligram a CBD, mint hatóanyag. Ezek általában ilyen 10-50 100 milligram CBD ható anyagtartalmú folyadékok, cseppek. Olyan shopot is találtam egyébként, ahol ilyen előre töltött, eldobható patra ban inhalálható módon is van a CBD, és mondom, számos betegségre, ha valakit érdekel, üsse fel a Google-t, üsse be, nézzen utána, számos jótékony hatása van a CBD-nek, ahhoz nem kell viccesnek lenni, hogy ezt valaki tudja élvezni. Én meg felébresztem a bennem alvó nyelvtanácsit, és szőrszálasogatok egy kicsit, rosszul mondtuk, nem kannabidol, hanem cannabidiol. Cannabidiol, oké. Nagyon szar kimondani, vagy nehéz, de akkor maradjunk ennél, cannabidiol. Oké. Én egyébként azt gondolom, hogy azoknak a dolgoknak a végére értem, amit így hirtelen fölindulásból, ugye a nikotin showból kiindulva végig akartam mondani. Van még egy köre ezeknek a likvidhez kapcsolódó sztoriknak, azok az úgynevezett növényi kivonatok. Ezek is nagyon sokszor, nagyon sokan otthon próbálnak áztatással hozzájutni, vagy kísérletezni. Az én tapasztalatom egyszer egy ilyen 3 hónapot, vagy 4-et foglalkoztam ezzel a sztorival. Az én tapasztalatom az egyébként, hogy az, ami például vízben nagyon jó ízű, mondok egy egyszerű példát, bodzavirág. Tehát én imádom a bodzavirágot, iszonyan szeretnék bodzavirág likvidet előállítani, de ha a bodzavirágot leáztatott propilenglikolba, ez egy pocsárízű szar lesz belőle. Tehát semmi nem jön át abból, ami a bodzavirágban van illóanyag. Általában ezeket az illóanyagokat mindig alkoholban próbálják meg kioldani, és akkor úgynevezett tinktúrát készítenek belőle. A tinktúrához lehet vizet adni, utána az alkoholt elpárologtatni, a visszamaradt vízzel pedig ízesíteni. Ezen is túl vagyok, ez sem működik, tehát nincsen igazából jó megoldás erre. Van egy-két anyag, amit aránylag lehet jól áztatni. Mondok egy egyszerű példát, valerián. A valerián az egy nyugtató, olyan lábszagú likvidet kapsz, öcsém, hogy komolyan mondom, nem tudod, merre vagy arccal előre, de ezeknek a kiáztatott likvideknek a legnagyobb problémája az, hogy ezekben bizony apró lebegő szemcsék maradnak, amik át fognak menni még a szűrőpapíron is. Tehát nem kapsz egy tiszta kivonatot. Erre van eljárás egyébként, amivel ki tudod ezt vonni. Én ezt egy 40 000-es fordulatú centrifugában meg is tettem, de hát ez amúgy nem egy járható út. Tehát ettől már sokkal egyszerűbb, hogyha valamilyen, és ugye itt van a szuperkritikus CO2-es eljárásra kivont hatóanyag, hogyha egy ilyen hatóanyagot használsz, mondjuk pont egy gyógyszerésszel karöltve, és akkor tudsz egy pontos dozírozást, és ugye ez a vesszőparipám, hogy tudjam, hogy a hatóanyag mennyi van benne, azt tudom akkor utána, hogy egy gőzkamrába a csapadékot mérve, tíslukkal mennyit tudok bevinni, és akkor az egy mérhető, adagolható, dozírozható dolog. Ezt otthon senki nem fogja tudni korrekten megcsinálni, vagy előállítani. Tehát ehhez azért már tényleg sokkal, de sokkal nagyobb szakmai és egyéb fölkészültség szükséges. De hát vannak, akik atomi szinten tudnak keverni, én nem tartozok közéjük, majd lehet, hogy ők meg fogják tudni. A jövő a kvantumlikvidben van. A kvantumlikvid így van. És az utolsó dolog, amit mondani szeretnék, az erről is volt már szó, hogy senki ne dőljön be annak, hogyha valaki organikus aromákat ajánl neki. Az organikus aromák nem kimondottan stabil vegyületek, nem igazán lehet tudni, hogy hőhatására mi történik, és ezek aztán tényleg hajlamosak arra, hogy kokszolódjanak. Tehát maradjunk meg bármennyire is riasztó, épp most itt lenyitottam egy nektarinnak a kas listáját, bármennyire is riasztó, hogy mit tudom én, metilfurfurál, meg trimetilpirazin, meg tetrametilpirazin, meg linalol, meg gvalakol, meg a jóisten tudja, mi van benne, de ezek hőstabil aromák, nem fognak, nem is tudom, hő hatására átalakulni, vagy változni, vagy kokszolni, vagy bármit csinálni. Egyébként is olyan minimális mennyiségben vannak benne az aromákban. Tehát én aránylag nagyon tömény aromákat használok. A partnereink azok, miután ugye nekünk uniós kapun bejelentési kötelezettségünk van, és le kell jelenteni kasszám szerint a likvidben lévő aroma összetevőket tömegszázalékra. Az brutális munka egyébként ezt így visszafejteni, de képzeljétek el, hogy az mondjuk a 10 milli aromában a kasszám szerinti összetevők nem érik el a 0,03 millilitert. Azt így kezded vágni. Hogy az kurva kevés. Tehát nincs, mit tudom én, mennyi. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy az sima PG, és mondom, ezekből a kasszámú összetevőkből bizonyos arányokban, ráadásul bizonyos arányokban ilyen 8 és 20 közötti kasszám szerint összetevő, ami nem éri el a, bocsánat, millilitert mondtam, százalékot kellett volna, tömegszázalékot, tehát a 0,03 tömegszázalékot nem érik el. Úgyhogy ezek tényleg olyan minimális arányban vannak benne, és utána ezt az aromát hígítod még be a likvidbe. Tehát, na, miről beszélünk egyáltalán? Jó. Nem fogod elhinni, mi történt velem, Fifika. Eszembe jutott... Találtál még valamit? Mit találtam? Találtál még valamit a jelentésbe, vagy eszedbe jutott valami, ami történt veled a héten? Az utóbbi, kérlek szépen, annyira friss mai esemény, hogy nem is ugrott be. Történt velem valami. Egy nagyon szomorú és tragikus esemény történt velem, úgyhogy gyengébb idegzetű hallgatóinknak azt javasolnám, hogy halkítsák le a podcast adását. Az történt, hogy tegnap este elfogyott a likvidem, úgyhogy izibe bekevertem magamnak 100 ml barackosat, és nagy vidáman, mint az élet császára elindultam a munkába, pöfékelve a vadi új likvidemet. Majd ebédnél ez a frissen bekevert likvid valahogy kiesett a kardigánomnak a zsebéből, és azóta se találtam meg. Végigjártam a teljes útvonalat, ahol megfordultam, még kérdeztem is az apacukába az emberkéket, hogy nem látták-e esetleg, meg még munkavégén bementem, hogy esetleg később megtalálták-e, és nem. Szőrén szálán eltűnt 100 ml frissen bekevert likvidem. Ez volt a mai nap nagy eseménye. Hát Krisztián, tehát szerencsétlenségben utolérhetetlen vagy. Én ezt, tehát aki oda megy a repülőtérre 100 millis, 120 millis palackokba 100 milli likvid, de azzal nem lehet mit kezdeni, érted? Egyértelműen a nátha miatt van egyébként, mert mióta világ a világ és hideg van, azóta így szoktam járni ebédelni, hogy az ott figyel a zsebembe egy 100 millis flaska, és soha semmi nem történt. Most, hogy az összes zsebem tele van használt zsebkendőkkel, így sajnos megtörtént, aminek nem szabadott volna megtörténnie. De hogy a francba nem veszel észre, tehát azért egy 100 milli likvid, az tömegbakker. Én arra gondolok egyébként, hogy az emeleten... Lopakodó gumiüvegbe volt? Ilyen radarelnyelő lopakodó üveg? Vagy mi? Tehát... Hát ilyen puha műanyag flakon, amit én nagyon szeretek, az a csavarós tetejű, és én arra gyanakszom egyébként, hogy a lépcső fölfelé az emeletre ebédnél az ilyen foghíjas lépcső, tehát így lóg a levegőben. Nyilván korlátja van, de hogy így át tudnak esni a fokok között dolgok, és megbotlottam fölfele menet, és arra koncentráltam minden idegszállammal, hogy ne dobjam el a megrakott ebédes tányéromat, és ráadásul a bal térdemet még be is vágtam az egyik lépcsőfok szélébe, ami így végigküldött az idegpályáimon egy ilyen elég masszív üzenetet az agyamba, úgyhogy elég sok mindennel volt lekötve az agyam éppen abban a pillanatban, hogy ne dobjam el a kaját, és ne üvöltsek, és hasonló dolgok, és szerintem akkor esett ki ott a lendülettől a zsebemből, és esett le ott a lépcsőfokok között egy szinten lejjebbre, és hát így, én erre gyanakszom. De lehet, hogy este takarításban megtalálják. Optimizmus. Istenem. Szóval szeretnénk kérni mindenkit, és hát főleg a támogatóinkat, patreonjainkat, akiknek nagyon sokat köszönhetünk. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg miről beszélünk, olvasd el a show notes-t, keresd a narancssárga Patreon téglalapot és kattints rá. Még egyszer köszönjük. Köszönjük. Valamint Charlie-nak, aki a háttérmunkát végzi. Eldughatnánk egy easter egget megint a Charlie-nak. Igen. Tehát szeretnénk kérni mindenkit, aki megtalálja a Krisztián elveszett likvidjét, hogy adja le a párásító portáján. Igen. És vagy fogyassza egészséggel. És vagy fogyassza egészséggel. Igen. Na de... Mit szólsz a Star Trekhez? Ha már így kivégeztük a tematikus turpiságok szekciót, én továbbra is odáig meg vissza vagyok a Star Trekkel, Star Trektől Star Treknek. Teljesen állat jó. Ezek a fordulatok, ezek a... Fifika. Nem akarok spoilerezni, de nagyon... Oda vagyok. Zsír. Én is azt gondolom, hogy zsír. Nekem még a klingonok mindig olyan furcsák és uncsik, vagy nem uncsik, hanem nem szeretem őket. De tehát mikor mondtad, hogy tehát én addig, tudod, volt egy lineáris történet, azon így végigmatadtam magam, és amikor a végén ott kiderül, hogy ezek nem azok, és az nem az, akinek hiszed, és az nem, az teljesen így, az a három rész, az teljesen így fölborított a sztorival kapcsolatos elképzeléseimet. Mivel Charlie nincs itt, hogy üvegtigris idézetekkel puffogtasson, ezért most átveszem átmenetileg a szerepét, és Csokitól idézek, sokkot kaptál, bazd meg, sokkot kaptál. Mi? Sokkot kaptál, bazd meg. Tehát tényleg az volt, hogy így sokkot kaptam, bakker, és épp tegnap néztem meg a sorozatbaráton az idevágó 14. részt. Na, az lett, amit mondtam. Tehát ezt a tyúkot erre fogják. Ezt a tyúkot erre fogják használni. Tehát semmi nincs önmagában, vagy véletlen. De, és milyen kis talpraesett opportunista. Azonnal veszi az akadályokat, és kapcsol, és jó, akkor én így. Igen. De tudod, azért érdekes lehetett a szituáció, hogy mondták a színésznőnek, hogy hát sorry, itt az első részbe ki fogunk kiírni a picsába. Egy-két emlékjelenetet még fölveszünk veled, azt tízeztet, csak szólnak neki, hogy te figyelj már, vissza kéne jönni, mert nyilván való egyébként, hogy az első 20 résznek azért csak megvolt a forgatókönyve, tehát tudták, hogy mi lesz, de zseniális. Annak ellenére, hogy ezt mondtam neked, hogy így szembefosta gyakorlatilag a Star Trek univerzum idővonalát ez az egész történet. De jól fosta szembe, tehát kellett már egy ilyen, aztán hát majd figyelj, az új enciklopédiát kijavítják, hát nem tudok mit mondani erre a történetre, de tényleg nagyon jó, és hát aki soha nem nézett Star Trek-et, de szereti a jó science fiction-t, és mikor az aránylag mozgalmasabb science fiction-eket kedvel, ez nyugodtan nézze meg, mert ez aránylag mozgalmas, és jó. Tehát nem kell hozzá Star Trek fannak lenni, meg tudni az összes hajó nevét, kapitányát, legénységét. Abszolút élvezhető önmagában a sorozat. Úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom. Na de, van neked valami. Nekem van egy elpufogtatni való sorozatpatronom még. A napokban megtekintettem a nemrégiben a Netflix-től kiadott Altered Carbon című, magyarul módosított szén, sokat mondó módosított szén című science fiction, cyberpunk, detektív, noir egyveleg sorozatot. Ez jól hangzik. És brutálisan le vagyok tőle hidalva, és olyan érdekességei vannak még, hogy a főszereplőt Takeshi Kovácsnak hívják, például. És ez a filmbéli, vagy az igazi neve? Ez a filmbéli neve neki, tehát ez egy regény alapján készült, és így hívták a főhős benne, és ez a neve, és így folyamatosan angolul beszélnek, és annyira meglepő mindig, amikor így viszonylag gyakorta elcsattan egy Kovács, és így nem találod a helyet. És a főszerepet játszó úriember egyébként a Skandináv Killing sorozatnak az amerikai verziójában játszotta a Holdent, az egyik férfi főszereplőt, hogyha valaki nézte a sorozatot, akkor itt van egy párhuzam, illetőleg az egyik nem fő, de jelentős mellékszereplő, ő pedig a nemrégiben befejezett Bones sorozatból a Smithsonian megfelelő szakosztályát vezető szarojan doktornő, és én ennyire jó cyberpunk vizuális megjelenítést, hangulatot, elképesztő jó. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó a sorozat. Ha valaki szereti a cyberpunkot, én nagyon ajánlom, hogy tekintse meg. 10 epizód, ütős, elképesztő ütős. Neked is nagyon ajánlom, Fifika. Meg fogom túrni. Cyberpunk, detektív, noir őrület. Meg fogom túrni, mert érdekel, mert egyébként is ritka a kategória. Igen. Ráadásul jóba, meg aztán pláne. Tehát minden van. Ez így nem. Kibernetikus végtagok, Matrix, mesterséges intelligenciák, biotechnológia, irgalmatlanul dekadens, szétcsúszott társadalom. Nagyon jó. Szuper sötét képi világ. Állat jó. Hihetetlen. Nos, volt még egy kérdés a bejegyzésünk alá, amikor a tematikus sztoriról beszéltünk, és most úgy látom, hogy iszonyú nyomást gyakorolnak ránk, hogy nyissuk ki a webshopot, de azt kell mindenkinek mondanom, hogy nyugalom, webshopot terem. Egyrészt ugye arról így beszélgetünk adásról adásra, hogy milyen szagákban vagyunk benne. Egyrészt most biztos, hogy lesz egy ilyen 3 hét, amíg az új cégarculat meg nem lesz tervezve, és le nem lesz véglegesítve, és én addig nem akarom a webshopot kinyitni, mert ez nyilvánvalóan rá fogja nyomni a bélyegét a webshop arculatára is. Másrészt, hát nagyjából ilyen 70%-on állok az új likvidek, illetve eszenciáknak a receptúráival. Ennek egy része már gyártásban van, egy része még gyártás közeli állapotban van. Ráadásul jön a kínai új év, tehát egy jó pár olyan dolgot, ami ehhez még szükséges a kínai partnertől, nem tudok most hirtelen berendelni. Illetve hát ugye logisztikailag nekünk még eközben gyártanunk is kell nem kevés likvidet a román piacra, a magyar piacra, ha minden jó megy, akkor a bolgárra, illetve a görögre, és folyamatos létszámbővítés, a műszaki parkot kell bővítenünk. Hát nem egyszerű, de azt megfogadtam, hogy csak akkor fogok webshopot nyitni, hogyha ott van a polcon a legyártott termék, és nem fogunk ezért mondjuk egy műszakot megállítani, hogy tudom én, 100 darab alaplét, meg ennyi-annyi aromát, meg eszenciát összeráncsunk, mert éppen lefogyott a polcról, tehát oda egy aránylag nagy raktárkészlettel akarunk nyitni. A harmadik rész, keresem a szállítási módozatokat, mert én képtelen vagyok, és ez nekem nagyon régi szívfájdalmam, én képtelen vagyok versenyezni azzal, hogy egy csomó úgynevezett külföldi shop Magyarországról postáz. Tehát én Romániából 2000 200-300 forint alatt nem tudok utánvétes csomagot beküldeni, ha belegebedek akkor se. Nyilván ennek egy részét át tudom vállalni, de ha valaki 3 aromát rendel, az pont el fogja vinni az azon lévő hasznunkat. Úgyhogy na. De semmi nem reménytelen, tehát lehet még egy olyan, nem voltam még minden romániai futárszolgálatnál, aki Magyarországra szállít, és ha még megtalálod a legkedvezőbb árút, akkor sem biztos, hogy a legjobb szolgáltatást fogod megkapni, annak meg ugye nem sok értelme van, hogy ócsó, de szar, tehát ez a lényege. Én most magamnak ilyen 3-4 hetet jósolok, mire nyitni tudunk, tehát azért aránylag közel áll a határidő, miközben a háttérbe meg egy óriási fejlesztésbe vágtuk a fejszénket, és még azt is le kell vezényelni, tehát gyakorlatilag ki nem látok a munkából, úgyhogy senki ne haragudjon meg rám azért, hogyha Facebookon rám ír, egyébként is borzasztó módon utálom, akkor inkább hívjon föl telefonon. De Facebookon rám ír, és mondjuk 2 napig nem válaszolok. Nem válaszolok, mert nem veszem észre, jövök, megyek, Romániában nem mindig van internetem, úgyhogy, de mindenkinek próbálok válaszolni, akinek csak lehetőségem van, vagy észreveszem a bejegyzését. Egy dolgot. Úgyhogy ennyi. Jó. Igen? Egy dolgot nem veszel figyelembe ezzel a webshoppal kapcsolatban, Fifika, mégpedig a természet megállíthatatlan erejét. Jön ugye a tavasz, és a madarak is azt csipogják, hogy nyitni kék, nyitni kék. Nyitni kék, igen. Na, de ennek ellenére, hogyha kinyitunk, akkor onnantól kezdve már most tényleg soha nem fogunk bezárni, mert akkor logisztikailag megalapoztuk a webshopot. Ugye az is baj, hogy egy hihetetlen szigorú nem baj, de hogy értsd, az is baj, hogy egy hihetetlen szigorú szabály szerint kell működnünk. Tehát ha valami nincs bevételezve, és ettől nekem a hajam égnek áll azért, ha valami nincs bevételezve számla alapján, hiába van nálam a polcon, a raktárban, és hiába van már legyártva belőle valami, de ha a számlázáson az még nincs számlaként bevételezve, és ez elő szokott fordulni, hogy proformát küld a partner, kifizetjük, bejön, és nem küldi el a végleges számlát. A könyvelés nem könyveli be, hiába van legyártva, ott van a gyártási lapja, mindene, nem tudjuk összerakni a gyártási lapon szereplő termékeket, mert a bevételi oldalon meg hiányzik maga a számla. Tehát ott van az anyag, ki van fizetve, csak épp a számlát nem küldte még el a partner. Szóval ez egy ilyen 22-es csapdája, most már azért mindenkit próbálok rászoktatni arra, hogy a fizetés után azonnal küldje azt, tehát a számla hamarabb legyen itt nálam, mint maga az anyag, amit vásárolok, de nehéz. Még európai partnerekkel is sűrűn fordul elő, németekkel, angolokkal, hogy úgy kell könyörögni levélbe, hogy de bakker, ki van fizetve, itt van az anyag, elküldtétek, küldjétek már a kurva számlát, és nem volt benne a csomagolásba, tehát az áru közé nem teszik be a számlát, úgyhogy na, vannak ilyen, és ez csak egy ilyen apróság az egyébként még 100 ilyen balfasság közül. Ez van, amikor az ember egyébként mindent hivatalosan és a nagykönyv szerint akar csinálni. Sajnálom. Tehát dócba kellett volna nyitnom egy ilyen vaperbunkert, érted? Azt akkor mindenki itt heverészhetne az ecigijével, mint ott régen az ópiumpipával. Én még nagyon benne vagyok a Cyberpunk sorozat hangulatában, úgyhogy már így vizualizáltam magamba a mindenféle növényzet mögé elrejtett automata géppuska fészkeket és hasonlókat, megvédeni a területet. A drónokat kiküldeni. Ez volt. Stb. Hát ennyi lett volna mára. Remélem, hogy mondtunk azért érdekes és újdonsággal bíró dolgokat. Egy élmény volt. Sziasztok! Köszi szépen, sziasztok!